Ez a Kalandvágyból új szakmába 6. adása, én Dóra vagyok, a műsor házigazdája. Edit a HR szakmából, multikörnyezetből váltott a szín- és stílustanácsadó szakmába, és lett vállalkozó. Úri Szabó nagyszülei már gyerekkorában közel hozták hozzá a divatvilágát, mindig is fontos volt neki a jó megjelenés. 4 éve iskolapadba is ült, hogy profiktól tanulja meg a divat szakmát. Barátai szerint mindig is ezt kellett volna csinálnia. Hallgassátok szeretettel Edit karrierváltásának történetét. Lengvajné Kotlár Edit vagyok, 48 éves, idén töltöttem a 48-at, és tényleg 40 felett történt egy ilyen nagy váltás, amire nem is gondoltam volna álmomban sem soha, mert én mindig egy ilyen nagyon biztonságos terepen mozogtam, ugye, akár multikörnyezetben, akár cégeknél, úgyhogy nekem volt egy biztonsági hátterem ebből a szempontból. Van egy kisfiam, 11 éves, ő 6-os, mindemellett nagyon örülök, hogy ezért sokan eljönnek hozzám, úgyhogy tele van az évra a naptárom. És még online stílus estet is tervezek karácsony előtt, mert ezt nagyon-nagyon kedvelik. Ugye karrierváltás kapcsán beszélgettünk, úgyhogy az első kérdésem mindjárt az, hogy mi az eredeti szakmád? Az én szakmám HR-es, tehát HR-es vagyok alapvetően, és egy nagy varga betű történt valóban az életem őszín és stílus tanácsadással foglalkozom, de azt gondolom, hogy mégis nagyon közel áll a HR szakmához. Nagyon sok mindent tudok belőle kamatoztatni, úgyhogy nagyon-nagyon élvezem, és abszolút ugye ez a szakma is teljesen bizalomra épül, a bizalom kiépítése, ugye az ügyféllel nagyon megnyílnak az ügyfelek, tehát nagyon-nagyon jó érzés is, de hogy a HR-es múltat én abszolút kiaknázom mindenféle jót és rosszat abból, és hát én mindig középvezetőként dolgoztam, ugye nagy cégeknél, pénzintézetnél, multicégnél, és hát egy biztonságos háló volt mögöttem, ahogy említettem. Tréningeket tartottam, szakszervezettel tárgyaltam, nagyon-nagyon így széles volt a paletta a munkakörömben, és nagyon szerettem egyébként. Meddig dolgoztál a HR szakmában? Hát gyakorlatilag 20 éves koromtól kezdve a HR szakmában dolgozom, de én az egyetemet is munka mellett végeztem el, Pécsi Egyetemet, úgyhogy mindig is ilyen sűrű volt az életem mindenféle szempontból, és hát gyakorlatilag 24, tehát 44 éves voltam, amikor úgy tehát jött a váltás is. Erről beszéljünk egy kicsit részletesen, hogy hogyan jött neked a képbe ez a váltás, ez az új irány. Hát ez az új irány abszolút nem volt tervezett. Nagyon érdekes a dolog, mert 10 évig dolgoztam az utolsó munkahelyemen, ugye egy nagy multicég volt, és hát úgy alakult sok minden, hogy én eljöttem. Olyan szituáció alakult ki, hogy én azt mondtam, hogy akkor most én eljövök, és igazából én kiléptem a vakvilágba, vagy a nagyvilágba. Tehát nekem nem volt B-tervem. És én így váltottam. Úgyhogy így visszagondolva, meg ahogy készültem így veled is erre az egész beszélgetésre, hogy is jött ez. Ez valóban igaz, hogy 40 év felett az ember egy szeretne mással foglalkozni, nyilván kiégés és minden más benne van. Én azt gondolom, hogy mindig nagyon érdekes volt a pozícióm, tehát hogy mindig kihívásokkal teli volt, de tényleg volt egy olyan pont, amikor azt gondoltam, hogy na most akkor, és tényleg, ahogy mondtam, nem volt B-terv. És fél év volt, mire így körvonalazódott, hogy én mit is szeretnék csinálni. Igazából tehát nem éreztem olyan nagyon nagy késztetést, hogy multicéghez visszamenjek. Tehát az így nagyon világosan eldőlt számomra, hogy nem szeretnék visszamenni. És hát, de hogy mit is csináljak, és hát ugye én akarva akaratlanul is bújtam ezeket a stílussal kapcsolatos történeteket, ennek a szociológiát, pszichológiát, tehát nagyon sok mindent, és nekem egyébként a nagymamám varrónő volt, a papám meg Úri Szabó. És hát végül is az mentette őket meg a világháborúba, hogy a katonák zuponyát varták. Meg hát olyan sztorikat meséltek, hogy hú, és én Cegléden nőttem fel, egy óriási nagy bangó volt a Szabó, vagy a kis varróműhely, a kis zinger varrógép, a hatalmas szabóasztal, és rajta rengeteg szép anyagok. Úgyhogy én végül is így az anyagok meg a színek között nőttem fel, és a próbogóban mindig ott volt a gang közepén, és mindig az új alkotások azok ki voltak oda rakva, és akkor jöttek a nénik, meg a bácsik, és akkor is felpróbálták, mert leigazították még, amit kellett, és elvitték, és sokszor engem is láttak ilyen
kis csodák, ilyen csipkés, fodros, kis blúzok, vagy szoknyák, úgyhogy tehát mi voltunk a hugommal tényleg így a stílus királynők az óviban, mert annyira szuper ruhákba jártunk, olyan prémes kis téli kabátunk volt, amilyen, tehát fantasztikus volt ezek a nagyon vastag divatlapok, amiket lapozgattunk előre-hátra. Szóval ez így bennem volt azért ez a picit is stílussal foglalkozni, a megjelenés nyilván. Én mindig azt kaptam a többiek, azt a visszajelzést, hogy milyen harmonikus vagyok, és hogy én mennyit állok reggel a tükör előtt, hogy a karkötő és a nem tudom, a fülbevaló, és hogy minden nagyon egybe van, tehát mondtam, hogy ez pár perc igazából, nyilván persze néha nem igaz, mert egy nő azért sokat el tud tölteni ugye a szekrény előtt, hogy mit is vegyem fel, nyilván persze vele is előfordul, néha mai napig is úgy lesz. Te melyik típus vagy, aki este kigondolja lefekvéskor, hogy mit fog másnap felvenni, vagy aki reggel beáll a szekrénybe, és akkor ott válogat a ruhák között? Hát ez alkalomfüggő igazából, tehát azt, hogy mi a program, és hogy hova megyek, mennyi időm van elkészülni. Sokszor egyébként előző este összeáll ugye a tanácsadásokra is, tehát hogyha megyek megbeszélésre, vagy bárjuk, vagy csak ügyintézésre, de azért valamikor előfordul, hogy gyorsan kikapok valamit, de igazából olyan nagy rutin alakult már ki bennem, és tényleg az jó ruháim vannak a gardróbban. Tehát színek, fazonok, minden, és igazából vannak ilyen jó kis Jolly Joker darabok, amiket csak előkapok, most ez lehet egy farmer is, de lehet egy ruha is, egy egyrészes ruha, vagy egy nadrág, egy felsővel. Akkor ahogy összeállt a fejedbe, hogy ezzel szeretnél foglalkozni, milyen konkrét lépéseket tettél? Beiratkoztál valami iskolába, vagy hogy történt? Hát az első az volt, hogy én gondoltam, hogy elhívok magamhoz egy ilyen színű stílus tanácsadót, hogy mit is csinál. Tehát végül is én így saját bőrömön tapasztaltam meg, hogy milyen is egy ilyen személyi stylist, vagy hogyan is működik, hogyan is a tanácsokat, mit csinál. Úgyhogy elhívtam magamhoz valakit, aki megnézte, mik a színeim, aztán nyilván sminkszínek, hajszín, meg hát ugye gardróbrendezés, úgyhogy ez reggel 9-szor egy ilyen este 6-ig tartó program volt, úgyhogy nekem ez egy iszonyat nagy segítség is volt. De úgy gondoltam, hogy én ezt meg tudom csinálni. Ez annyira élveztem egyébként, és nagyon sokat is tanultam abból, hogy én mit csinálnék másképpen, vagy mit is csinálok másképpen, vagy mi az, ami nagyon jó volt, amit ő csinált. Úgyhogy ez volt az első ilyen nagy lökés, és aztán viszont elkezdtem kutatni az iskolákat, hogy hol lehet ezt kitanulni. És hát végül is elmentem a Eszegyi Lucsiának a Divat Akadémiájára, ott volt egy ilyen kisebb kurzus a személy stylingról. Alapképzés volt igazából, és hát utána pedig a Lakatos Márknak a Style Institute képzését elvégeztem, ami nagyon jó volt, mert nagyon jó szakembereket hívott össze a Módából és mindenféle neves divatiskolákból. Meg hát nagyon érdekes is volt, én nagyon sokat olvastam mellé könyveket is, és ez így beszippantott az egész tulajdonképpen, tehát nagyon élveztem. És aztán pedig elvégeztem a színtanácsadó képzést. Időben ez a tanulási folyamat, ez mennyi volt? Körülbelül 1-1.5 év. Tehát mindig tanul az ember most is saját magából is, tehát magamból is nagyon sokat tanulok, ugye a tanácsadásokból, beszélgetésekből, az üzleti, ugye, mert hát van ennek egy üzleti háttere is. Egy biztos multi környezetből egy ilyen vállalkozói létbe csöppentem, és azért ennek rengeteg tanulnivaló van mindig, meg van hová fejlődni. Hát meg azért gondolom, van egy marketing része is, tehát ezt valahogy tudatni kellett az emberekkel, hogy te ehhez értesz. Ja persze, tehát fel kellett építeni, ki kellett találni azt, hogy mi az, amit én képviselek, hogy adom el magamat, milyen brandet, hogy építem ki, weboldal, Facebook oldalnak. Én egyébként nagyon ilyen alapos tervező vagyok, tehát én nagyon-nagyon minden alaposan megterveztem, ugye kiterveltem, hogy hogyan legyen, és a weboldalamnak is a felépítését. Ez a fajta váltás, ez hogyan ment nálad? Mennyire komfortos neked ez a vállalkozói lét? Ugye egy multi környezetből jöttél, ahol minden keményen le van szabályozva, most ezt képest itt a saját magad, vagy magad osztott be az idődet. Okozott-e bármi problémát ez a komoly váltás, így a munkastílust illetően? Hát én azt gondolom, hogy aki egy ilyen nagy, tehát egy ilyen biztos környezetből vállalnak, tehát rugalmasnak kell lenni bizonyos. Tehát a rugalmasság az volt az első, amit így meg kellett tanulnom, hogy egy picit rugalmasabb legyek, meg elfogadóbb legyek, meg elengedjek dolgokat. Tehát, hogy ez azért nehéz volt, meg itt gyakorlatilag egy személyben minden az ember, tehát egy személyben vezeti a kis cégét, akkor ugye a marketing részt, az értékesített mindent, a pénzügyet, és hát nyilván az első év az gyakorlatilag ugye a befektetésről szólt, ugye rengeteg, nem csak
pénz, hanem idő, energia, tehát ami ugye nyilván később megtérül, de hogy az biztos, hogy nagy elánnal vetettem bele magamat. Nehéz volt egyébként. Tehát az eleje az még érdekes, annyira nem is az, hogy nehéz volt, mert akkor még nagyon új volt, és nagyon volt kedvem. Persze most is van kedvem, nem azt akarom mondani, de hogy akkor úgy eltörpültek mellette ugye a problémák, és aztán később persze az ember szembesül ezzel, azzal is, úristen, és akkor ezt hogy, és tehát azért kértem is segítséget bizonyos dolgokban, mert hát szinte én sem, tehát én sem úgy születtem. Tehát én bármikor képes vagyok álmomban felkeltenek egy tanácsadást megtartani, de néha a marketing, a pénzügy, az értékesítés, tehát az azért nem olyan egyszerű terület. Van olyan, hogy elmegy hozzád valaki, és úgy látod, hogy teljesen rendben van a stílus, a jó színeket használ, jó fazonokat. De ez egy nagyon jó kérdés, mert ugye mivel is keresnek fel leginkább. Ugye van, aki azért jön, mert viszonylag biztonságos terepen jár, tehát tudja nagyjából a színét, ugye ösztönösen azért nagyon sok színre ráérzünk. Tehát azért vannak olyan színek, amik ösztönösen ott vannak már akár gyerekkorunktól a ruhatárunkba. És van, aki megerősítést kér, mert van egy jól kialakult stílusa, és csak finomítani szeretné. Megerősítést kér, vagy azt, hogy egy picit hogyan tudná még jobban kombinálni a színeit, hogyan tudná egy kicsit a gardróbát jobban rendszerezni, hogyan lehetne még tudatosabb. Tehát van ez a típusú ügyfél, és van, aki pedig akár mondjuk egy nagy munkahelyváltás következik be, azért várt. Tehát ugye itt a különböző élethelyzetek is meghatározzák, hogy ki miért keres meg engem. Van, aki például kisgyerek után, szülés után eltelt pár hónap vagy pár év, és hogy megváltozott az alakja, és hogy mit tud ezzel most kezdeni. Nyilván a színek is nagyon fontosak, mert azt gondolom, hogy egy jó szín az kiemel, meg egy jó fazon, meg abszolút. Vagy például válás után, tehát mindenkinek vannak nehezebb, rosszabb élethelyzetei, és ez egy picit ilyen segítség is, hiszen amikor az ember egy picit foglalkozik a belsővel, akkor ez hozza a külsőt is magával, vagy hogyha a külsővel kezdünk először foglalkozni, akkor a belső is elengedhetetlen. Úgyhogy nagyon érdekes látni, hogy utána így az ügyfelek milyen változásokon mennek át, és hogy mennyire megváltozik az életük, és volt jön, aki eljött. Itt 5 hónap előtte bejelentkezett, hogy 40 éves születésnapja, és tehát egyedül volt, elvált, már nagyobb volt a kisfia is, és aztán meg egy pár hónap múlva megtalálta élete párját, teljesen ki volt virágozva, tehát annyira más lett egyébként, és mondta, hogy a tanácsadás is annyira sokat segített neki, mert hogy így egy picit önmagára talált, magabiztosabb lett, úgyhogy ez egy kicsit ilyen önbizalomtuning is egyébként. Volt-e olyan nehézség, aminél úgy érezted, hogy inkább visszafordulnál, és nem mész tovább? Ugye egy picit olyan hektikus a munkám. Most az év vége az nagyon telített, és aztán a január egy picit úgy leülepszik. Tehát amikor vannak ezek a kicsit holdpontok, engem meg ugye a nyár, tehát először azt volt furcsa megélni, hogy nyár, az tényleg nyár, és tényleg el tudok menni szabadságra. Mert hogy ugye régebben nem így volt, egy multinál azért teljesen más volt. És akkor egy picit ez így átfordult a fejemben utána később, hogy ez tök jó dolog, hogy amikor van egy kicsi, és egyébként abszolút átfordítom mindig arra, hogy egy kicsit olvasok, fejlesztem magam, vagy a weboldallal foglalkozom, vagy éppen bármiféle, tehát hogy egy picit akkor én is így tanulok, meg átgondolom, hogy na, mit lehetne, és akkor egy kicsit így tervezgetek, de hogy nem érdemes fel. Nyilván ez kell egy támogató háttér is, tehát nekem a férjem abszolút ilyen volt, főleg az elején, tehát én nagyon hálás vagyok, mikor még így egyáltalán így összeraktam magam, hogy mit is szeretnék csinálni, ugye. Nagyon érdekes, mert régi osztálytársaim Ceglédről, még általános iskolai osztálytársaim megjegyzik, hogy úristen, neked mindig ezt kellett volna csinálni. Hogy te miért nem ezzel kezdted rögtön? Tehát, hogy azt mondták, hogy annyira így, nekem találták ki ezt a szakmát, és így nagyon jól esett, és mondták is, hogy ők ezt látták bennem. Már akkor is, úgyhogy... Mit javasolsz annak, aki fontolgatja a karrierváltást? Milyen tanáccsal tudnád őt ellátni? Aki mer, az nyer, én azt gondolom, és mindenben van kockázat. Ki tudja, ha egy multicéghez mentem volna, valószínű az is kockázatos lett volna. 10 év után szocializálódtam valahol, ahol nagyon kialakult szabályok voltak, lehet, hogy nehéz lett volna megszokni, és lehet, hogy máshogy alakult volna, nem tudom, de hogy én azt gondolom, hogy érdemes belevágni, de egy picit jobban kiépíteni, és felépíteni, és átgondolni.
Bár mondjuk azt mondják egyébként, hogy ahhoz, hogy valami jó szülessen, mindig valami nagyon-nagyon mélyre kell menni, úgyhogy nálam ez meg volt ez a mély pont, tehát már annál mélyebb nem is lehetett volna, én azt gondolom, és nem bántam meg egyáltalán. De az biztos, hogy a tervezés, az előkészítés, az nagyon-nagyon fontos, nagyon sokat szerint, és nagyon körbe kell járni, hogy egyáltalán van-e rá igény arra, szeretne, hogyan szeretné, hogy, meg azt, hogy próbálja önmagát adni az ember, szerintem az a legfontosabb, hogy önmagunkat adjuk. Tehát bármibe is belekezdünk, ne próbáljunk meg másokat utánozni, vagy ne gondoljuk azt, hogy ahogy ő csinálja, az majd biztos nem. Nem, nem, tehát ezek nekem soha nem jött be, amit más csinált. Köszönöm, hogy meghallgattad Edith történetét, remélem, hogy tetszett. Hogy ne maradj le a következő részekről, érdemes feliratkozni a csatornámra. Találkozunk a következő epizódban.